Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a videó március 30-án jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint ezen a napon Vénusz bolygó a határon van. Elbúcsúzik a vízöntő jegyétől, és áttér a halak jegyébe, ahol Vénusz bolygó nagyon jól érzi magát, tehát a következő hetekben egy erős Vénusz energia érezhető. Vénusz bolygó közeledik Neptun bolygóhoz, ez lehet gyönyörű, de lehet kevésbé jó. Ez attól függ, hogy hiszünk-e az álmainkban. Neptun bolygó szimbolizálja az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és hatása alatt, ha hiszünk ebben, ez az álom megvalósul. Viszont, ha úgy nézzük a dolgokat, hogy ebből úgysem lesz semmi, újra csalódás ér engem, és elrohanunk az érzelmeink elől, vagy ő rohan el, akkor előfordulhat, hogy ez szomorúságot vált ki nálunk. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A felső két kép utal az ő gondolataira. Itt van a ház, meg a virágcsokor. Egy szép otthon. Az is lehet, hogy meglátogat téged egy virágcsokorral. Amit a ház még jelenthet, valaminek a kiépítése. Ez lehet egy kreatív tevékenység, vagy itt megvannak ezek az álmok, hogy legyen egy közös otthon, és ezt szeretnétek megszépíteni, kiépíteni. A ház jelentheti a családi kapcsolatot is, és a virágcsokor az jelent kellemes hangulatot, vagy látogatást, vagy azt, hogy megszépül valami a környezetében, hiszen ezt tervezi. Milyenek az ő érzelmei, az bal oldalon látható. Erre utal a gyűrű és a csillagok. A gyűrű az lehet egy szerződés. A házzal kapcsolatban vagy egy adásvételi szerződés, vagy egy bérleti szerződés. A gyűrű jelenti azt is, hogy keresi veled a kapcsolatot, hiszen útban van hozzád, visszatér hozzád. A csillagok szerencsét hoznak, és jelentik az időt is. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és ebben a pillanatban fogja veled keresni a kapcsolatot. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A gólyák jelentik a változásokat. A házzal kapcsolatban ez lehet egy költözködés is. Ő útban van hozzád, hiszen ott láthatóak az utak. Az utak jelentenek döntéseket is, hogy közösen elgondolkoztak azon, hogyan tovább, melyik irányba. És itt lesznek majd a változások. Ami összefűz benneteket, az középen látható a rovás írás kártya, amit a férjem készített. Itt a K betűről van most szó. Elgondolkozhattok azon, hogy mit jelent ez a K betű, leírhatjátok a kommentárba, ennek nagyon örülnék. Ez lehet egy név, például Károly vagy Katalin, lehet egy helység, Körös, vagy lehet egy fogalom, mint például kör. Ami nektek így eszetekbe jut, azt leírhatjátok a kommentárban. A régi írásmód középen van. Ez a négy szög jelenti az alapokat, a biztonság érzetét,
És ezekre az alapokra most ki tudtok építeni valamit. Erre utal a ház is. Valamit közösen kiépíteni. A német nyelvű területen vannak az úgynevezett rúnák, az hasonló, mint a rovás írás. Nem találtam most olyan rúnát, ami ugyanolyan lenne, mint ez a rovás írás ezúttal, viszont hasonlót igen, az ott látható bal oldalon. Itt van ez a nagy fal, itt meg kell védenünk most magunkat. Azokat beengedni a várba, akikkel kapcsolatot szeretnénk tartani, és bezárni azok előtt a kaput, akikkel nem akarunk kapcsolatba lépni. Itt ezekről a döntésekről van szó. A napi energia alul jobb oldalon látható ez a hölgy nyitott valamire. Nyitott érzelmekre, hiszen ez a kártya a víz elemét jelenti, ahol érzelmekről van szó. Elfogadni bizonyos érzelmeket, vagy kimutatni az érzelmeit. Ez a kártya jelenti az álmokat és az elképzeléseket is, nyitottnak kell erre lenni. Erre utal a Vénusz bolygó mozgása, hiszen közeledik már Neptun bolygóhoz, és jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket. Ha hiszünk ebbe, ha nyitottak vagyunk erre, akkor tényleg ez az elképzelés, ez az álom megvalósulhat. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy megkereshetsz a Facebook oldalon Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!